Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Áldott szép napot kívánok mindenkinek! Isten minden körülmények között velünk van, szavával terelget és megerősít. Mielőtt meghallgatnánk a mai evangéliumi szakaszt, kérjük a Szent Lelket, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Jöjj el, Szent Lélek, Úristen! Hadd halljuk meg a Te szavadat, szerető vezetésedet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Olvasom tehát a Lukács evangéliuma 12. fejezet 54-től az 59-ig. Ezután a tömeghez is szólt. Amikor látjátok, hogy nyugatról felhőt támad, mindjárt azt mondjátok, jön az eső, és úgy is lesz. Amikor délről fúj a szél, azt mondjátok, forróság lesz, és meg lesz. Képmutatók. Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni. Ezt az időt miért nem tudjátok hát megítélni? Miért nem jöttök rá magatok, hogy mi az igazságos? Hogy mi a helyén való? Mikor pedig ellenfeleddel az elöljáróhoz mész, útközben igyekezz megegyezni vele, nehogy a bíróhoz hurcoljon, s a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlözbe vessem. Mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó fillért is meg nem fizeted. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az előbb volt egy nyelvbotlásom, amikor azt mondtam, hogy elhallgatni. Mert sokszor talán elhallgatjuk az Isten igéjét, de mi szeretnénk hirdetni, és szeretnénk meghallani. A mai evangélium a tömeghez szól, nem csak az apostolokhoz és a tanítványokhoz. De a tömegben is természetes, hogy figyeljük az időjárás előrejelzést, figyeljük a híreket, milyen események zajlanak most. És bizony mostanában, az utóbbi években mondhatni, hogy csőstől jön számunkra az a sok-sok hír, ami veszélyt, nehézséget okoz. Ilyennek össze is írtam. Ilyen például a migráció, a COVID-fertőzések, a háború, az asszály, az energiaválság, az infláció. És talán mindegyiket meg tudjuk magyarázni, hogy milyen háttere van. A migrációnak például a szegénység, a globális felmelegedés, vagy Európában a csökkenő népesség. A COVID-fertőzésre mondjuk, hogy hát valaki kiskísérletezték a háború. Hát az oroszok megtámadták az ukránokat, az asszály, szintén is a globális felmelegedésnek az oka. Energiaválság, szintén a háború, infláció, mindig csak a háború, mindig mások a hibásak, mindig körülmények. Én azt gondolom, hogy ez a helyzet, amiben benne vagyunk, emlékeztet engem arra, amikor Egyiptom nagyon sok csapásban részesült, mert nagyon csúnyán bántak a kiválasztott néppel. És Isten jeleket küldött, hogy változtassanak ezen. És ezek a jelek erősek, hol egyik, hol másik jelenik meg, vagy éppen egyszerre. Úgy gondolom, hogy ezek a jelek arra kell, hogy ösztönözzenek bennünket, hogy felismerjük, hogy mi a helyén való. Jézus ezt a kérdést teszi fel, hogy nem veszitek észre, nem látjátok, mi az igazságos más fordításban, mi a helyén való. Mi a helyén való ebben a helyzetben, amiben most benne vagyunk. És azt gondolom, hogy egyértelműen a megtérés, a megújulás. Erre hív bennünket az Isten. És emlékszem arra, hogy az izraelita nép sokszor eltért Istentől. És akkor újra és újra ők is részesültek a nehézségekben, a problémákban, a háborúkban. Profétákat küldött Isten, hogy változtassanak ezen az éles stíluson, és volt, amikor változtattak, volt, amikor nem is. Egyre súlyosabb és súlyabb helyzetekbe kerültek. Isten jelet ad. Változtassunk. Térjünk meg. Újuljunk meg. Miben? Az Isten kapcsolatban. Azt gondolom, hogy sokan vannak, akik azt mondják, a saját utamon járok, hiszek én Istenben, de a magam módján.
Jézus hív, hogy az általa alapított egyházba közeledjünk, legyünk jelen, imádkozzunk együtt, szolgáljunk együtt, építsük együtt Isten országát. És ezáltal, hogyha nekem az Istennel bajom van, akkor ismerjem el, hogy ő az Úr, és Isten belép az életembe, a személyes életembe, és cselekszik. De a megújulásnak nem csak az Isten kapcsolattal kell szorosan együttműködnie, hanem az emberekkel való kapcsolatban. Mert ide hozza Jézus, hogyha van valaki, akinek problémája van veled, útközben engesztelődj ki, rendezd a dolgaidat. Itt az idő. Hogy ne csak azt várjuk, hogy az oroszok meg az ukránok békét kössenek, vagy különböző országok békét kössenek. Én kössek békét Istennel és az embertársaimmal. Azokkal, akikkel nehéz együtt élnem. Hogyan? Hogyan lehetséges ez? Van megoldás. A Szentlélek. A Szentlélek az, aki erőt ad, békét ad a szívünkbe, és általa valóban el tudunk indulni Jézus útján. Általa el tudunk indulni azok felé, akikkel rosszba vagyunk. Nem mondjuk, hogy ez lehetetlen. Mária is azt mondta, Istennél minden lehetséges. A mi életünkben is így van. Jézus ezt a szakaszt nekünk mondja. És feltehetjük a kérdést. Mi az én életemben a helyén való? Miben kell megtérnem? Miben kell megújulnom? És a Szentlélek ad segítséget. Kérjük hát közösen a Szent Lelket. Legyen béke a mi életünkbe. Hit, megtérés és megújulás. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jöjj el, Szentlélek, Úristen! Vezess bennünket Krisztus útján, és köszönjük, hogy Te ezt meg tudod tenni, hogy mi megváltozzunk, és rajtunk keresztül mások is eljuthassanak Jézus örömére. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.